Isten hozott a legújabb videóban. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de számomra talán az egyik legidegesítőbb és legbosszantóbb jelenség az ismerkedés során, ami velemondó történt, vagy amit nap mint nap látok diákjaimnál, az a lebegtetés. Ugye, amikor a csaj kedves veled, nevet a vicceiden, dumál veled, visszaír szinte azonnal, vagy legalábbis időben, még aznap, vagy pár órával később, ha írsz neki valami üzenetet, és aztán mondjuk esetleg elmentek randizni, és mondjuk megpróbálod megcsókolni, vagy közeledsz felé, és hát teljesen ki van fakadva, hogy megőrültél, hát én nem akarok tőled semmit, csak barátok vagyunk. Vagy ugye hívod randira, és akkor nem akar eljönni, tehát hiteget. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon inkorrekt és mondjuk nagyon-nagyon-nagyon szemét dolog, amikor valaki, egy pasi mondjuk reményeket fűz egy csajhoz, és akkor az a csaj gyakorlatilag hülyére veszi. Nekem a rekordom ebbe azt hiszem valami 10-12 év volt, amikor így teljesen ilyen reményt fűztem egy csajhoz, és folyamatosan időt szánt rám, az már egy más kérdés, hogy nagyon puhapöcs voltam lépni, de végig abban a hitben voltam, hogy ez a lány akar tőlem valamit. És nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen diákom van, aki heteken keresztül beszélget egy csajjal, vagy a legrosszabb, amikor tényleg kétszer, háromszor, négyszer akár randiztok is, és aztán egyik pillanatra a másikra a lány kijelenti, hogy hát igazából nem is akar tőled semmit. Na most ahhoz, hogy ezt szűrjük, és megtaláljuk ennek az ellenszerét, ugye a legfontosabb az, hogy rá kéne jönnünk, hogy mi az a tulajdonság, mi az az érdeklődési jelzés, amiről hát majdhogy nem biztosan tudhatjuk, hogy a lány vonzódik hozzánk. Na ugye én nagyon sok kezdő puhakönyvben olvastam ilyen tanácsokat, hogy a különböző érdeklődési jelzések, hogy a lány csavarja a haját, vagy hogyha nevet a vicceiden, még ha az az adott dolog nem is olyan vicces, vagy megnéz, vagy megérint, megkérdezi, van-e barátnőt, hogy hívnak, stb. És ezek mind valamennyire létező dolgok, tehát valamennyire a szimpátiát fejezheti ki, de igazából egyik sem vehető igazán biztosra. Tehát rengetegszer volt, hogy egy csajjal tök jól elbeszélgettem, megérintett, esküdni mertem volna, hogy tetszek neki, és aztán jött az idegzuhany. Valójában a legbiztosabb módja annak, én azt gondolom, azt tapasztaltam, hogyha egy lánynak bejössz, az az, hogy időt szán rád. Oké, tehát szán az ő idejéből rád. És nem arról beszélek, amikor Facebookon vagy Messengeren beszélgettek, vagy mondjuk még telefonon, hanem hogy élőben személyesen találkozik veled. Az már egy nagyon-nagyon-nagyon erős érdeklődési jelzés. Tehát nagyon sokszor volt nekem az, hogy akár napokig beszélgettem egy csajjal, mert egyszerűen valószínűleg szimpatikus voltam neki, vagy egyszerűen csak nem volt jobb dolga, mert unatkozott a munkahelyén, rengeteg ilyen csaj van, vagy egyszerűen fiatal, szeret Facebookozni, messengerezni, irogat, de ugye, ha már randira hívod, akkor egyből hát, még nem tudom, mit csinálok jövő héten, most fáradt vagyok, most vizsgai időszak van, meg jön a többi hülyeség. Tehát éppen ezért szoktam mindig tanácsolni a diákoknak, hogyha ismerkedsz egy nővel, olyan hamar hívd el találkozóra, amennyire csak lehet, és kettőnél többször én soha nem hívok egy nőt találkozóra, mert mindig ugye azt szoktam mondani, hogy a nőnek ugyanúgy van egy érdeke, egy szerepe az ismerkedésben, és én azzal, és hogyha annak a lánynak bejössz, akkor, vagy szimpatikus vagy neki az az érdeke, hogy ti összegyertek. Tehát mindent meg fog tenni azért, hogy találkozzatok. Hidd el nekem, hogy bármennyire elfoglalt is. Én hallottam olyan csajról, aki eltölte a lábát, úgy emlékszem, mondta a diákom, és a lány eljött a randira. Hallottam olyat is, hogy valakinek családi tragédia történt. Ott is eljött a találkozóra. Eltolta egy-két nappal, de mindenképpen a csaj ragaszkodott a találkozóhoz. Tehát higgyétek el, hogy kettőnél többször eljöttök egy csajt randira, és akkor is csak a kifogásokat mondja, vagy nem tud egy biztos időpontot mondani, vagy lemondja az utolsó pillanatban, vagy azt mondja, hogy még térjünk vissza erre valamikor, ez mind duma, hagyd a fenébe, és keresd azoknak a nőknek a társaságát, akik alig várják, hogy találkozzanak veled, mert sajnos, és akinek nem inge nem veszi magára, rengeteg időrabló nő van, rengeteg idővámpír nő van, aki tényleg egyszerűen baromira jól érzi magát, és kényelmes abba, hogy véget nem érő céltalan beszélgetéseket folytasson a pasival, és ez higgyétek el nekem, hogy a világ legnagyobb időpazarlása. Tehát ennél rosszabb dolgot nem csinálsz, mint hogy céltalan beszélgetéseket folytatsz nőkkel.
Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és ha így van, akkor mindenképpen lájkold, és ír le a kommentbe a véleményedet, hogy esetleg neked volt-e már ilyen. Szia!